Szevasztok! Szétoló vagyok a Lootmastertől, ez pedig ismételten a Watcher of Realms. Szóval, benne vagyunk nyakig az első születésnapi atyaúristenezésben, és ennek folyamányaként ma nyitogatni fogunk méghozzá agyba meg a főbe, mert hogy itten dolgok zajlanak. Tehát megvan ugyebár a Tistel's Whisper, ahol 250 nyitáson belül garantált nekünk Dália. Azon túl jön nekünk Magda és Constance 15-szörösen, némi kísérőkkel. Ugyanaz vonatkozik a Legendary nyitásokra, tehát a Divine Summoningra. Illetve bejött nekünk a piros nyitás is. Na most mi fog történni? Az fog történni, hogy először lezavarjuk ezt a kettőt, pusztán a mihez tartás kedvéért, és hogy érezzük a törődést, illetve ráhangolódás gyanánt, aztán pedig nekiállunk a Tistel's Whisperben darálni. Mint ahogy azt itt lehet is látni, a Mersim az utoljára itt takadt ki, amikor kaptam ugyebár ezt a két legót, azóta 10-20 21 22 25 28 31 34 37 40, tehát kerek 40 nyitáson vagyok túl az utolsó Legendary óta, tehát a Mersim jelenleg 40-en van. Na most, hogyha a matematika nem csal, és a játék annyira geci, amennyire, akkor itt el fogunk tudni jutni egy ilyen 130-140 nyitásig ezen az eventen, anélkül, hogy kapnánk egy Legendary-t is. Akkor fogunk váltani erre az eventre, mert ugyebár a Mercy az megoszlik a kék eventek között, és akkor már lesz egy olyan 180-190-es Mercy, és úgy számolom, hogy akkor 2-3 nyitáson belül elvileg be kell, hogy dobja a Mercy által előírt, kötelezően előírt Legendary-t, amikből 15-szörös esély van Magdára és Constance-ra. Na most Constance már megvan, Magdát jó volna behúzni, de amekkora karmám van én nekem, garantáltan, hogy ki fog velem baszni a játék, pusztán csak azért, hogy ne tudjak manipulálni. Na de mindegy. Szóval, mi a nagybüdös helyzet? A nagybüdös helyzet az, hogy van 11 ilyenünk, ahol szintén Magdát és Constance lehet vadászni. Úgyhogy kezdjük talán ezzel a pirossal, mert ezekből van 50, és innen is reménykedhetünk valami Legendary-ba. Úgyhogy sisak le, hadd szóljon, nézzük, hogy mit sikerül Széltolónak nyitni ebből a mai 450-470 nyitásból, talán még az 500 is meg lesz. Szóval hadd szóljon! Azt mondja, hogy az első tízesben olyan hű de nagy reményeim nincsenek, mert hát azért tudjuk, hogy itt van. Bár meg kellett én nekem emlegetni Dasomi már megvan, úgyhogy őt maximum csak így szépen föl tudjuk emelni A1-esre. Na de hát mindegy, nézzük tovább, akkor innen ezt a 9-est már is fölvesszük, és csörögjön tovább. Hát az a sanda gyanúm, hogy ezzel én most itt akkor kilőttem mindent is, mindjárt az első körben, úgyhogy lesz további 40 semmire való apró cseprő nyitásunk. Hát reménykedjünk, hogy nincs igazam. A harmadik nyitás keretein belül, innen az a jó, hogy ugyebár legalább kékek jönnek, úgyhogy jól el lehet adni őket, mert másra amúgy nem igazán jók. Negyedik nyitás, hát a harmadikban nem volt semmi. Negyedik túrában is föltételezem, hogy itt van, bazd meg! Na, ez valami.
Ez mi? Ez nem ismerem, így hirtelenjében. Nézzük csak, ki nyer ma, játék és muzsika 10 percben. Van már nekem ez a hős? Nincsen még nekem ez a hős? Abszolút nem rémlik, hogy meg lenne nekem ez a hős. Ki vagy te? Torodor vagy? Nem, ez nem Torodor. Valderon. De baszó. De durva. Át van szúrva egy istentelen nagy pallossal. És ez bizony Valderon! Ha Chaotic Lord! Azt a mindenségét! Ej, de betyár durva vagy te, hallod! Ej, de betyár durva vagy te! Hí, de jó! Na, hát akkor már is megérte, itt még egy ilyen félig meddig fantom szív is dobog, amit bele tud gyömöszölni a kardjába, ahogy elnézem. Hát ez zseniális, kitűnő, nagyszerű! A gyerekek, innentől kezdve már megérte elindítani a vételezést, és akkor nézzük az utolsó tízest. Hát most, ha még innen is kapok valamit, akkor az már tényleg a mindennek az überje lesz. Erősen kétlem azért, erősen kétlem, tehát annyira azért nem jó pofizik a játék, hogy 50-ből beadjon 3-at, na de most akkor indul a mandula bele, mert hogy váltunk ezekre, ezekből is van 11. Itt, hogyha megnézzük, akkor igen-igen messze haladtam már a milyen nevével, a Mercyvel, tehát 2, 5, 8, 11, 14, 17-en áll a Mercy-m. Úgyhogy ebből a 11-ből garantáltan kell, hogy jöjjön egy, mert már a matematika alapvető szabályai alapján is kell, hogy jöjjön, mert a 100% az lassan 100% lesz. Úgyhogy nézzük! Innen ugyebár epikek és legendarik tudnak csöpögni, más semmi. Úgyhogy innen olyan hüde nagy vész nem érhet minket. Nézzük tovább, ez is epik lesz. Itt most már elő kell kotorni a cigit, Vortex 658-szorjára. Jó. Milyen? Démonra? Jöhet van? Ja, a démonra meg Vortexre is event van. Hát akkor ezekből látni fogunk egy jó párat. Ez is epik. Jean-Quar. Most már azért nagyon-nagyon kellene. Brienne nagyon sokat gyára. Fél távon vagyunk, és már nagyon meg is érett, ugyebár az a legendari hadlásuk, hogy beüti a 15%, reménykedjünk Magdában. Konstant se lenne rossz. Zelus. A1-en van most akkor nekünk ezzel Zelus. Annyira nem probléma, sőt kimondottan jó, mert Zelust azt szeretjük. Nézzük tovább. Hát nem lett back-to-back legendary, annyira jók azért nem vagyunk, de legalább reszeteltük a jó öreg Mercy-nket. Nézzük, hogy be tudunk-e húzni még egyet. Hát nagy csoda lenne, ha sikerülne. Ossziren, nem igazán vagyunk oda, érted? Jó, továbbra is epic. Vortex, mert eventje van ugyebár. Még kettő. Garant, hogy lesz még egy démon is, mert már miért ne. Imáni, na a harmadik ugyebár, már hiányoltam, hogy hol vagy. A harmadik, aki eventen van, és végül, de nem utolsó sorban még egy epiket fogunk itt bekaparintani. Név szerint Mault a Northernerektől, akinek első rendű ultia van. Kár, hogy már vastagon ki van A5-özve. És akkor nézzük, hogy itten beleszámítottak-e az előző nyitásaim a pirosakból.
nem számítottak bele, nagyszerű, tehát akkor azok nem játszanak itt ezzel. Tehát akkor, ahogy mondtam, most megyünk, és biztonság kedvéért kinyitunk 100-at. 100-at a 250-ből, aztán váltunk erre az eventre. És akkor utána, amikor itt megkapjuk a félig meddig kimanipulált legendarinkat, akkor visszatérünk Dáliára. Szóval azt mondja, hogy az első 10-es a 250-ből. Dreiga. Hát ez nem fogott meg annyira. Van, innen is jön lila. Azt nem szeretem, amikor csak kékek jönnek, tehát legalább 10-esenként egy lila jöjjön, hogy lehessen haladni az Awakening Shop-pal, mint olyan. Hát ez itt most csak kék lesz, sajnálatos módon. Így. Jobb, tovább, ebből is csak kékek fognak potyorászni. Oké, ez volt a negyedik tízes. Innen jön egy epic a hangeffektus alapján. Legalább egy epic. Egy maul sokat szorjára. Ez volt az ötödik nyitás. Hatodik. Nagyszerű, tehát most van a Mersing 100-on. Most van a Mersing 100-on. Elvileg 110-en, 120-on lesz ezzel. Egy Dolores, két Dolores mindjárt, akinek kell, szívesen elcserélném, ha tudnám. És elbuktuk, persze, hogy elbuktuk, itt a Legendary. Na nézzük, hogy mi jön belőle. Bum! Hadd szóljon! Most, ha megadja nekem... Magmus. Hubaker. Jobb, na jobbakat kapok. Dasomit leszámítva... De azt, amit leszámítva, ez így adekvatív, mit mondjak. Abszolút adekvatív. Ettől jobb, így hirtelennyiben random hősnek nem is nagyon jöhet. Akkor viszont azt csináljuk, hogy mit csináljunk most. Tehát lereszeteltük ugyebár a... Lereszeteltük az egész hoblivancot. 140-re van Dália. Nem valószínű, hogy azon a 140-en belül kapunk még egy legendárit, úgyhogy most kihagyjuk Dáliát, és aztán 140-es Mercy-vel megyünk át a következőre. Szerintem még oda is bele fog férni. Úgyhogy akkor most sisak le, hadd szóljon, menjünk Dáliára. Menjünk Dáliára, kihúzzuk őtet. És lényegileg 140-es 140-es Mercy-vel fogunk átszállni a következő eventbe. Hát ez valami eszméletlen. Elvileg van egy hidden achievement, hogyha 10-ből 10 zöldet nyitok. Nem mintha nagyon örülnék neki. De van. Maradjunk annyiban. Nézzük, ezek is csak kékek. Remélhetőleg minél több kék. Okés, hadd nézzük. Öt darab, a 150 gem. Innen epic,
Na jó, miért nem adtál egy harmadik kortexet is már, úgy tényleg? Pusztán csak a poén kedvéért. Áj, de szeretem. Valójában igen, mert hát, na, eddig prima legókat osztogatott. Hol tartunk? 160-on tartunk, akkor még 90-et kell nyitni. Még 90 kell a partihoz. Maximum 90 ugyebár, azt mondja, mert maximum 250-en adja be. Elvileg beadhatja előtte is, de hát... Nem vagyok én golyós. Én golyótlan vagyok. Egy darab minden. Ebből is epik érkezik. Nagyszerű. Nyomjuk tovább. Még egy Dolores. Hát lassan ott tartok, hogy meggondolom magam. Eddig abban a tévképzetben voltam, hogy Dolores nehezen ad. Hát de pedig van, aztán meg nem, mer. Na mindegy, 200. Tehát még 50-et kell kirottyantanunk. Egy Nissalt a sok közül, ő is eventen van azt hiszem. Jó, még egy Nissalt, csak a buli kedvéért. Hát ez 250-en fogja megadni, kötelező 250-en, nincsen nekem olyan szerencsém, hogy idő előtt beadjon akármit is ezekből a garantáltakból. Úgy látszik, én nálam a garantált az azt jelenti, hogy garant 250-en fog bejönni. Ha most nem jön be, és nem jön be, hát persze, hogy nem jön be. Úgyhogy majd a következőben fogunk nagyon örülni, mert megkapjuk Dáliát. Jobb, zseniális, és akkor most jön a garantált 250, ugyebár tele vannak a csikocskák. Megkapjuk az utolsó pozíción Dáliát, bum, neki hadd szóljon. Most röhögnék, ha itt valahol előtte kapnám meg, és nem a 250-en. Á, de persze, hogy hát, hát olyan nincs, hát olyan nincs, hogy máshogy legyen. Kitűnő, nagyszerű, Dália akkor megvan, fiúk, lányok és egyéb váltó nemű Lootmaster rajongók, akkor ezt az eventet így ahogy van, ki is lőttük, és akkor maradt nekünk, azt mondja, hogy még 174 sárdunk, illetve innen szedünk össze még valamennyit, ami annyit tesz, hogy akkor 183 sárdunk van, és akkor most elmegyünk és csinálunk egy kicsi helyet, mert bár betárasztam helyből bőven, szó se róla, betárasztam helyből bőven, de azért annyi még sincsen, hogy azért mindent meg tudjunk csinálni, nem ide akarunk jönni, hanem ide akarunk jönni, és itt el akarjuk adni az összes rare hősünket, ami egy potom 4400-at azért beszámít, így, dismiss them all, zseniális, és akkor maradt még bő 200 helyünk, hát arra már nem lesz szükség, 239 helyünk maradt, azt így akkor már itten gyönyörű szépen telepakkeroljuk, majdnem, ezzel az eventtel, ahol továbbra is reménykedünk Magdának a behúzásában. 183, innen jön még 9,
192, meg jönni fog még egy 200 nyitás azért így beleficcenik a dologba. Hát abból egynek garantáltan kell, hogy jöjjön még. Reménykedjünk kettőben, mondjuk rá, hogy úgy jól érezzük magunkat, reménykedjünk még kettőben. Mint ahogy mondtuk, a gemeket nem fogjuk bántani. Nem fogjuk bántani a gemeket. Tehát most van ugyebár a Mersing ilyen 150 tájékán, tehát elvileg nem sokára be kellene, hogy dobjon nekünk itten valami sárgát a képbe, mint az Eskimo az igló mögött. Bedobja a sárgát a képbe. Jó, hát az epikek azok csöpörésznek, úgy nagy vonalakban, minden nyitásból jön majdnem egy, van hogy kettő is, ami elég szép mennyiséget föltételez az Awakening shopba, mert hát ugye bár vásárolni kell a multibattlöket, mert különben nem fog fotorászni az anti, ugye bár. És az Ancient Gear az pedig egy fontos dolog, itt van nekünk Lilike. Na most már nagyon-nagyon közel vagyunk, úgyhogy most már azért kellene pottyannia a sárgának. Hát ez így hirtelenjében eléggé lapilapos volt. Na, ha most nem, akkor a következőben. Ez még mindig csak epik. De már nagyon-nagyon-nagyon érik. Most akkor is ki fogok menni és meg fogom nézni, hogy mennyi nálok, de monszokás szerint. Összeszedjük, ami még csurran csöppen. És akkor nézzük, hogy mennyi nálunk az eventtel. Tehát utoljára volt nekünk Magnus? Nem. Mindegy, akkor számítsuk innen. Tehát 10, 20, 30. Voltál te, ugyebár. Na most ő beleszámít vajon az egészbe? Ez így fenemód érdekes, mert akkor viszont csak 90-en van a Mersing. Ha őtet is beleszámítja a reszedbe. Minden esetre érdekes, akkor 90-en áll a Mersing, akkor még ebből a 112-ből egynek kötelezően bele kellene, hogy csusszanjon a dolgokba. Na nézzük! Így már értem, hogy miért nem akarja. Ezek szerint akkor a garantáltat is beleszámítja a Mercy reszedbe. Jó, semmi probléma. Így se vagyunk olyan menthetetlen pozícióban. Még egy Legendary alapjáraton kell, hogy számítsunk. Kitűnőség. Itt egy epic. Brien Imani. Jó. Megint jött valami. Hogy állok itt ezzel? Na jó, nem sokára megjön ez is. Jön majd még 9, kitűnő. Úgy azzal már biztos, hogy benne leszek a következő Mercy-be. Egy Brunor. Ez is epic. Nagyszerű. Ez csak rare lesz. Zseniális. Itt jön egy epic megint. Most már azért kezdhetnék örülni. Kezdhetne jó lenni. Jó. Ez is csak egy epik.
kettő, még ez sima kék. Jó. Továbbra is semmi. Jó. Ez így már kezd fenemód érdekes lenni. Fenemód kezd érdekes lenni. Egy harpún. Tegyük össze, ami még innen bejött. És akkor nézzük meg ezt az utolsó tízest így hirtelenjében, hogy bup! És nem adja be. Ha-ha! A nénikéd mindenit, mindjárt megnézzük, hogy hol állunk. Mert elvileg már nagyon-nagyon közel kell, hogy járjunk mindenhez és mindenkihez. Jó. Tehát nézzük csak. 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 190, 200. 209-en állunk. Hát, ez annyira közel van már, hogy annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy nem megyünk bele a gemekbe, egy-két körön belül be kell, hogy adjon valamit. Úgyhogy csak-csak rámegyünk. Itt van, mondtam, be is jött. Hadd lássuk, hogy bejönne a 15-szörös. Gyerünk Magda, gyerünk Konstanz. Hadd lássuk, mit sikerül fognunk a történetből. Mindjárt itt is van nekünk egy crash. Azt a rohadt kenterbe vert, 7 centséges, péklapátos, mézbe mártott kukorica csövit neki. Mit kezdjek egy crash-csal? Ó, te magasságos jó ég, hát ezért kár volt. Na de mindegy. A játéknak talán a leggyöngébb értékelésű legendáriát sikerült kifognunk, de ami azt illeti, panaszra nincsen semmi okom, mert befogtam egy jó csomó első rendű legendárit, úgyhogy eladjuk ismételten innen, amik jöttek, ez még 3000 gem, aminek így kimondottan nagyon tudunk örvendeni. Tehát akkor most már eljutottunk arra a pontra, hogy 36 ezer gemmel állunk neki a következő garantáltnak, ami 2 hét múlva érkezik. Hát Magdát nem sikerült megfognunk, Konstanz se sikerült továbbfejlesztenünk, de ahogy mondani szokták, szegény ember vízzel főzés nem válogat. Szeluszt lehet avékenelni a kettőre, ami ad nekünk még 5% atakot. Úgyhogy azt meg is ejtjük így azon nyomban. Zelusznak örvendünk, mint olyan. Illetve ki volt itt még? Volt itt még nekünk egy olyanunk, hogy Dasomi. Dasomit is bírjuk A1-re húzni. Ígyni. Zseniális. Kitűnő. Vicente Vincenz. Mit kaptunk? Increase the chance of basic attack granting potent magic license incense by 50%. Jó, tökre rendben van, és akkor van még nekünk egy crushon, akit azt mondja, hogy when projectile deals damage inflict stun on the target. Tehát okés, ad némi CC-t a damage-éhez hozzá. Meglátjuk, hogy fogjuk-e tudni esetleg a jövőben valamire használni. Tehát kaptunk 3 dupla legendarit, illetve hol vagytok? Illetve kaptunk még 3 újat, tehát 3 duplikátot, 3 újat, 6 legendarit sikerült behúznunk. Fiúk, lányok és egyéb váltó nemű lootmaster rajongók. Tehát megfogtuk magunknak Magmust, aki iszonyat baszó brutálisan néz ki.
Sikerült megfognunk magunknak Valderon, aki még iszonyat baszom brutális rabbul néz ki. Túl se róla. Illetve a garantált Dáliát, aki hát ezért, meg egy málna meszet, a lábfetisisztáknak tud némi nemű kéjt juttatni. Illetve megvan neki az artifaktja, mert azt az eventből már kihúztam, ugyebár. Megvan az ő exprivált artifaktja, az Orb of Ruin, amit mindjárt föl is cuppantunk neki, pusztán a mihez tartás kedvéért, hogy aztán ne legyen belőle probléma. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltó nemű Loadmaster rajongók, nézzük meg, hogy mennyire sikerült jutnunk az Arrival-ben. 28.000 pont. 28.000 pont, feltételezem, hogy az Ultimate Leaderboardnak a nyomába nem érek ezzel a pontmennyiséggel. Összeszedtünk innen mindent és mindenfélét. Nagyon-nagyon valószínűsége annak, hogy ezt megnyerjük. De nézzük az Ultimate Leaderboardot. Hát nem úgy nézem, hogy itten bármire fogok tudni jutni. Majdnem. 28.104 és mondjuk egy 1500 ponttal vagyok lemaradva a milyen nevéről, az Ultimate Leaderboardról, nem mint a bármit jelentene, mert hogy az ég a teig világon semmit nem kapsz, csak hát, na, itt van a neved. Nézzük, hogy a top 100-ban van-e magyar. Nem úgy néz ki. Nagyon lenne, itt már amerikai, orosz túlnyomás van. Nincsen magyar, esélytelen. Amerikaiak szarrá tolják, tehát ilyen 100.000. Ha én nyitottam, annyit amennyit nyitottam, és 28.000-et kaptam, akkor ez 100.000-ért 3,5-szer annyit nyitott. Tehát, atya úristen, 3,5-szer annyit, és mi ez? Ultimate Hero Pack, get random hero from the following. Tehát esély van arra, hogy kapjál Lordot, de jó van mindegy, hát. Esélytelen nekünk egyszerű földi halandóknak olyan szintekre eljutni. Jó van, fiúk, lányok és egyéb váltó nemű Loadmaster rajongók, hát ez így pretty fun volt, hogy más ne mondjak. 6 darab legendaryval lettünk bejebb, igaz abból 3 dupla, de semmi probléma, abból 2 meh, egy elsőrendű dupla, illetve 3 vadonat új legendarynk van, amivel lesz szabad szórakozni. Oké, fiúk, lányok és egyéb váltó nemű Loadmaster rajongók, ennyik voltunk akkor mára. Én még mindig Széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!